Magyarországot és Irakot számos történelmi szál fűzi egymáshoz, ezeket a kapcsolatokat újra kell teremteni és megerősíteni, ezt mondta a Misztan tartomány kormányzója híradónknak. Az iraki delegáció csütörtökön érkezett a polgármesteri hivatalba, ahol Veles Pál polgármester, Szopko Tibor alpolgármester és Juhászna Judit gazdaságfejlesztési igazgató fogadta őket. A látogatás célja többek között az Amara város és Miskolc közötti együttműködés, elsősorban a gazdaságfejlesztés területén. Kézfogással üdvözölte a miskolci városvezetés az iraki delegáció tagjait csütörtökön a polgármesteri hivatalban. A küldöttség látogatásának célja a Misztán kormányzóságában található Amara város és Miskolc közötti együttműködési területek, elsősorban gazdaságfejlesztés és Miskolci Egyetem műszaki földtudományi karának megismerése. Misztán tartomány kormányzója híradónak azt mondta, nagy öröm számára, hogy Miskolcra látogathattak. Mindemellett kiemelte, hogy Magyarországot és Irakot számos történelmi szál fűzi egymáshoz. Szeretnénk újra teremteni ezeket a kapcsolatokat és megerősíteni az együttműködést Miskolcváros és Misztán kormányzósága között. Úgy gondoljuk, hogy számos együttműködési lehetőség van, a közoktatás, az egészségügy, a gazdasági együttműködés, a beruházások és egyéb vezetési területeken, fogalmazott Misztán tartomány kormányzója. Veres Pál, Miskolc polgármestere sikeresnek könyvelte el az iraki delegáció tárgyalását. Látják azt, hogy sok tekintetben egy olyan fejlődési úton vagyunk, ami őket segítheti majd a további fejlődésben. Ipari parkjaik vannak, van olyan ösztönzés, iparfejlesztés, illetve befektetés ösztönzés, hogy akár adó, akár vámmentességet biztosítanak az adattelepülő cégeknek. Nyilván ez egy bemutatkozó látogatás volt, és majd a részletek ezután következnek. Az iraki delegáció a polgármesteri hivatal után a Miskolci Egyetemre is ellátogatott, ahol több iraki diák is tanul.